Levi húzódott ki ide a jobb oldalra. Pulic teszi vissza. Tartja a labdát a Puskás Akadémia. Lehet, hogy itt a végén még megpróbálnak valamit az előrejátékban. Blöcsek indul el nagy lendülettel. Azt lehet akár lőni is. Most a lövés, és ott a második gól. Az utolsó másodpercekben, az első félidőben Pulic. 2-0. Megduplázza az előnyét a Puskás Akadémia, és a kövesdiek számára ez nagyon, de nagyon-nagyon rosszkor jött. Az utolsó pillanatokban vége is az első félidőnek. Gruber gólja után tehát jön Pulic is, és így magabiztos előnnyel vonulhat a szünetre a felcsúti alakulat.